Szevasz. Akkor újra kezdjük, jó? Semmi probléma. Tehát akkor az előbb üdvözöltél itt a Fehován. Igen. És üdvözöllek itt Sziasztok. A Fehován. Kezdjük előről. Nem kell. Ja, jó. Most már folytassuk, jó? Mert már többször, már nem akarom elkezdeni. Nagyon vártunk. Jó. Miről szeretnénk most beszélni? Mert szeretnénk újdonságokat bemutatni, amiket itt a Fehovára hoztatok ki. Az egyik ilyen termék, ez a... Mi is ez? Ő Monza. A Monzára hallgat? Igen. Mit tud a Monza? Legújabb termékünk. Egy ismétlő puska. Három kaliberben. Uh-huh. 308, 223 és 6,5 Creedmoor. Nem elmondtam már neked az árát, de azt majd elmondod az üzletben, mert azóta nem térsz magadhoz. Igen. Arról beszélünk, 280 ezer forint a puska. Tárcső nincs rajta, meg hangtompító, meg bipod, de azért ez nem túl sok, ezért a fegyverért. Így van. Fegyvertokkal, két fémtárral, Picatinny sinnel, ami a távcső előkészítés és a bipod előkészítés, menetes csővéggel érkezik Magyarországra pofadékemelővel. Ezt meg is beszéltük Józsival, hogy kapunk ebből egy tesztfegyvert. Így van. Mert hogy ezt meg kell néznünk egy picit tüzetesebben, hogy 280 ezer forintért mit tud ez a fegyver. Így első ránézésre, ami egyből szimpatikus, az ugye a tusa hosszabbíthatósága, a pofadékemelés. Nyilván a felületkezelése az érdekes, azt majd meg fogom mutatni majd a tesztek során, tehát egy kicsit ilyen festett színben tűnik, de igazából mit is vacilálunk rajta. Tehát pont azt mondtam a kollégámnak az előbb, hogy nincsen benne kockázat ennyi pénzért. Tehát hogyha nagyjából tudja a 3 centis szórást, és elvileg az előzetes tesztek alapján tudja, és megbízhatóan működik, akkor igazából ez egy kockázatmentes alternatíva lehet, aki egy első fegyvert akar magának. Ugye, Józsi? Így jól van, mondom. Így van. Ugye ez a fegyver naturban is megvásárolható, de ugye a Fehova után már elkezdjük értékesíteni a csomagos verziókat is, tehát ahol távcsővel és hangtompítóval elérhető lesz majd a vadászboltokban, többek közt Robinál is. Jó, oké, haladjunk tovább, nézzük meg, hogy... Ne is nagyon menjünk messzire, mert kicsit beszélgessünk a hangtompítókról is, ami szintén itt a Monzára van már szerelve, a Stallone hangtompítónak vagyunk a hivatalos importőre, és itt mutatjuk be a Fehován, már múlt évben kezdtük, csak egy vizit most tüzetesebben át tudjuk nézni. Gondolom, ezt Robin már szerintem mutatta nektek a voltról a videó, így van. Megteszteltük ezt közösen is. Igen, csak szétszedem, és akkor... A sportlőtére. Ja, jut eszembe, még meg kell beszélnünk a következő bemutató fegyverbetonatónak az időpontját is. Majd Katit megkérjük, hogy csinálja nek közelít azért a... Igazából ezt a modellt, ezt már ismerjük, egy kedvező árkategóriába. Kedvező árkategóriájú hangtompítóról beszélünk, ami igazából elég effektívnek nevezhető magad tekintetében. Ja, és azt elfelejtettük mondani, hogy a Monza menetes csővéggel érkezik, tehát... Már mondtuk, de az elején beszéltünk róla. Akkor még egyszer kiemelném, hogy ebben az árban benne van már a menet is a cső végén. Jó? Igen. Ezekről az akciós árajánlatokról majd bővebben be fogunk számolni, illetve Kati már meg is osztott ezzel kapcsolatban szerintem a mi Facebook oldalunkon egy-két információt, egy-két akciós információt. Menjünk tovább, jó? Négy csomaggal jöttünk a Fehovára, ami azt jelenti, távcsővel, hangtompítóval, fegyvertokkal és fegyverszíjjal szerelt fegyvereket hoztunk. Ugye hoztunk egy Winchestert, amely benyúlós tusú, a Noblex optikával szerelve hangtompítóval. De hogy tudjátok azt elviselni, hogy most nincs ettegés, nincsen zár? Igen. Mozgatás. Kiszedtük az összesből az árdugattyút, ezt biztonsági okból tettük meg. Értem, de azóta sokkal csendesebb itt a... Nyilván ezért kell a háttérbe ez a zene, hogy ellensúlyozza azt a kellemes hangot, amit itt szoktak a kiskorúak okozni. Ugye? Igen, ugyanez a márkából egy fatusú verzió, szintén csomagban. És akkor Noblex tárcsővel van. Így van, igen. És akkor egy X-Bolt kompozit tusával, hangtompítóval és Noblex távcsővel. Én azt láttam, hogy ezek elég jó árban vannak.
tehát mindegyik bőven millió alatti árkategória, tehát egy ilyen felszereltséggel. Szintén egy indulásnak tök jól működhet. És a jól ismert, ez már volt ez a set. Azt hiszem, nálatok is volt, igen. Ez a set, igen. Igazából ugye a Rüger Amerikán, igazából az emelhető pofadékkal, a Noblex tárcsővel és a hangtompítóval. Más, amint szeretnénk. Én úgy gondolom, hogy ez volt most a fő csapás irányunk. Nyilván a többi standard fegyverünk az folyamatban elérhető továbbra is. Hát igyekszünk megfelelni a magyar piac elvárásainak. Amiről beszéltünk, hogy nem beszélünk, de mégiscsak egy pár gondolatot említsünk, mert hogy ez a két dolog volt az elmúlt időszaknak a sláger terméke, ezt már megbeszéltük decemberben, november-decemberben is. Ugye a Kofs Zenit, ami nagyon jól futott nálunk is. Ugye ennek most a Sporter verzióját vettem a kezembe, de igazából a leginkább jól futó változat az alapmodell volt. Tehát ez országszerte rendkívüli népszerűségnek örvendett. Mindig megkérdezik egyébként, egy picit hiteles információt szeretnék tőled kérni. Megkérdezik azt, hogy meghibásodási arány, meg garanciális javítás, reklamáció, milyen százalékba fordul elő ebbe a fegyverrel, illetve mi az, amire mondjuk a felhasználók, akik most már megvásárolták ezt a fegyvert, fel tudnak készülni, vagy meg tudják akadályozni azt, hogy esetleg probléma legyen a fegyverrel? Az eladási statisztikák szerint, amit közel olyan 500 puskát adtunk el ebből a modellből, és 5 termékről tudunk biztosan, ami hozzánk visszakerült, hiba volt. Egy, ami valóban teljesen hiba volt, tehát vissza kellett küldeni a gyártónak, és 4 pedig javítható verzió volt. Aha. Azt gondolom, hogy ez egy jó arány. Ez igazából nagyon jó arány. Igen. Azt mondom, hogy 500-ból 5 darab, az ugye mennyi is? Hát az elenyésző. Elenyésző. Jó, a másik alapmodell, illetve csomag, az tulajdonképpen a Rüger Amerikánnak a Rüger Amerikán set volt. Így van, így van. Amiben benne van, az még mindig van, ha jól emlékszem. Az folyamatosan futó termékünk. Tehát maga egy alapkaliberű puska, egy tok, egy szí, és egy céltávcső volt benne, egy AKA céltávcső. Ezzel is szintén nagyon-nagyon jó tapasztalataink voltak, és ezt ki kell emelnem, talán beszéltük Józsival, de itt is kiemelném, hogy ezek az utóbbi másfél évnek a Rüger Amerikánjai, ezek nagyon, nagyon megbízhatóak voltak, és pontosság szempontjából én nem találtam kivetni valót, tehát nagyon, nagyon boldogak voltak velük az ügyfelek. Igen. Saját magunk is teszteljük ezeket a fegyvereket, és ezzel a vadászunk most ilyen Rüger Amerikánnal, ilyen csomaggal, és azt vettük észre, hogy nyilván a hangtompítót vittük, mi is leginkább az volt, hogy azt próbáljuk meg, és azt vettük észre, hogy a hangtompítóval a fegyverek kiválóan működnek, kiváló szórásképet lövünk. Ugye volt egy lövésznapunk, ahol ti is ott voltatok, egy bemutatunk, a hangtompítót bemutatunk, ahol Simonyi Otto volt ennek a tesztelésnek a fő alanya, és ő mondta azt, hogy ezzel olyan szórásképet lehet lőni ezzel a fegyverrel, hogy igazából egy kezdővadásznak vagy egy haladóvadásznak is kiváló a kezében, jól működő. Tudod, mi a durva az egészben? Tehát a Monzában, illetve a Rüger Amerikában, hogy saját cégeteken belül van 2 fegyver, ami versenyzik egymással árban, és mind a kettő azt bizonyítja, vagy legalábbis remélem, hogy a Monza bizonyítani fogja, mert hogy ezt erre még én nem láttam evidenciát, de bízom benne, hogyha kapunk ezt darabot, akkor kipróbálhatjuk. Igazából saját cégeteken belül kell versenyezni a két modellel. Hál' Istennek! Nekünk fontos, ugye nekünk ez a középréteg az nagyon fontos, aki ugye ezeket a viszonylag, idézőjel mondom, olcsó fegyvereket keresi, mert ő úgy van vele már, hogy lehet, hogy van neki egy fapuskája, vagy csak fatussal készült fegyver, és nem akarja minden hordani magával, minden egy műanyagot, ennyi pénzért, van az igazság, hogy kap egy jó fegyvert, amivel tud menni vadászni, és ütheti, vághatja is ezt a puskát.
Köszönöm szépen, Józsi, köszönöm ezt a bemutatót, köszönöm, hogy megerőltetted magadat a problémáid ellenére is. Köszönöm Katinak, aki fogta a Sonyt, és felvette ezt a csodálatos eseményt, amit minden évben megismétlünk, most már így hagyományosan. Józsi, sok sikert kívánok! Köszönjük szépen! Aztán még látjuk egymást. Rendben. Sziasztok!